Kedves gyerekek, kollégák, szülők, támogatóink és zenét kedvelő hallgatóságunk. Még csak pár hete történt, hogy farsankor ötletes jelmezekbe bújvaltátok elő darabjaitokat ugyanitt. Akkor azzal búcsúztam kedves nézőinktől, hogy szeretettel várunk mindenkit tavaszi hangversenyeinkre. Köszönöm, hogy ismét elfogadták meghívásunkat, és meghallgatják ma a növendékeink közül az alsóbb évfolyamosokat. Bízom benne, hogy jól szórakoznak majd. Köszönettel tartozom Lovászné Pusman Gabriella, Lovász Gábor és Vlasics Gábor kollégáimnak a gyerekek felkészítéséért. Elsőként Rózsa Réka fog nekünk zongorázni, Pap Lajos Pingpong című darabját játsza. Fogadják sok szeretettel Matthew Rebecca első fellépését zeneiskolásként, Pretorius gavottját fogja előadni furuján. Ismét egy Pap Lajos darab következik, méghozzá egy gyermekdal, Albert Dánielt hallhatják zongorán. Rebi Kovcsek népi táncát Kara Levente játssza trombitán. Thank you.
Mankovics Zente következik zongorán, Pap Lajos Tüzet viszek című darabját fogja előadni. Fog játszani Őri Dóra, Daróczi Bárdos Tamás, Kősziklán felfutó Csukros Liliomszár című műve hangzik fel előadásában. Hallgassák meg zongorán az Egyszer egy királyfi című darabot, Németh Anna fogja játszani. Kertész Bakos Roland, Pap Lajos egy etüdjét szólaltatja meg zongorán. Zambó Lilit sokszor hallhattuk már fújjázni, szeptembertől ismerkedik új hangszerével, most fuvolán fog játszani Cickom Cickom című gyermekdalt. Zambó Lilit
Egy újabb paplajos etud következik, ezúttal Bárány Izabellát hallják zongorázni. Kisfalusi Mihály Pap Lajos boszorkány csúfolóját játssza zongorán. Egy olasz dalt hallhatnak két furujás leány előadásában. Őri Dóra és Fülöp Rebeka dúója következik. Pap Lajos Csónakban zongorán előadja Lődör Maxim.
Marosi Kolostól a Rókadal című zongoradarabot hallhatják. Telemann áriáját Fülöp Rebeka szólaltatja meg Furuján. Sön Márk játssza zongorán a Wochenende című darabot. Amikor gulyás legény voltam kezdetű magyar népdal, Balázs Vivien fogja nekünk fuvolán játszani. Thank you.
koszorús virágtól hallhatjuk az Egyszer egy királyfi című zongoradarabot. Fülöp Rebekát már hallhattuk duót játszani, aztán szólóban furuljázni, most pedig zongorázni fog nekünk Mozart müzettjét. Güllok, Zsonglőr című darabját Szabó Natália játssza zongorán. Befejezésül fogadják szeretettel Lenorics Dánielt, aki Ari Bencsöcs Anikó a Kisegér című művét szólaltatja meg zongorán. Thank you.
A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önmagáért szeretjük. A tavaszban már ott van a nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, a szüneté. Még nincs nyár, de már tudjuk, hogy jön, hogy az következik. Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. De mielőtt még elmennénk a nyári szünetre, lesz néhány programunk, amikre szeretném felhívni most a figyelmeteket. Május 7-én és 8-án nyílt napot tartunk, amikor hangszeres órákat, szolfés órákat is meg lehet látogatni. Május 9-én lesz a nagyoknak, ugyanez a tavaszi koncert, ami most nektek volt. És aztán a többiről meg majd május 9-e után beszélünk, hogy még a szünetig mit kell teljesíteni. Nagyon ügyesek voltatok, és mint mindig, most is hála szüleiteknek és a felajánlásoknak, egy kis megvendégelésre várunk benneteket a szolfésterembe. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen felkészültetek, és mindenkinek szép estét kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket figyelmüket.